I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got love Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. Sziasztok, én Norbi vagyok, és most be fogom nektek mutatni ezt a kocsit, ami a Bravado Buffalo S névre hallgat. Nézzük is a tuningját. Hát akkor az a harmon ugye, a fék. Na nézzük, milyen elsőrökhajtók vannak rá. Hát nem nagy választék van, ezt meg kell hagyni. Ez jó lesz, akkor hátulra. Hátulra kétféle verzióval. Értem, nem is tudom melyik legyen. Ez jó lesz, az alsó. Akkor a motor, kipufogó. Kipufogóból. Ennek az a nagyok, tetszik. Akkor a hűtőrács. Hát legyen ez a krómozott. A motorház tetőjét ebből. Hát legyen csak kétféle van, csak az meg ugyanúgy karbonba. Legyen az első. Akkor lámpa. Neon. A neon az legyen mondjuk piros. Akkor rendszámtábla. Melyet a szín? Hát a színe az szerintem piros lesz. Ja, legyen piros. Itt van a Torino Red. A Crew Embléma. Hát nem valami nagy barakjára. Akkor bukókeret. Tetejére. Ja, az elejére rakjára, a tetejére. Küszöb. Spoiler. Spoiler, vannak elég érdekesek. Legyen ez. Leültetjük. Akkor jött be a váltó. Turbo. Valami jó kis annyit alá csapunk. Amúgy tényleg is úgy passzol is hozzá, valami olyasmi kellene. Nem csak egy ilyen vacak. Az nem semmi rossz. Jó is. Ó, feketében mi jól néz ki. A gumi füst az legyen zöld. És akkor a ablak. Akkor megyünk egy versenyt, és nézzük, hogy mit tud ez az autó. Na, akkor itt is vannak a verseny, és akkor nézzük, hogy mit tud a Franklin autója. Mert nem Franklin, nem az enyém. Ugye korábban mentem itt a Dinka Blista kompakttal, és ezzel egy 54-es kör tudtam menni. Hát meglátjuk, hogy az autó mit tud. Reméljük, jól fog teljesíteni. Még én nagyon szeretem ezt az autót. Hát elég nehezen kanyarodik mondjuk. De összességében nem olyan vészes. Nem olyan gyors, ez sem. Fú, de lassú. Jobbat vártam volna ettől, mint tudom, hogy ez ilyen lassú lesz. Ámikor inkább biztáltal gyorsabb, mert ezzel egy 46-os kör tudtam menni, hát versenyre ezt sem ajánlom. Szép autó van minden, de versenyre nem jó. Kanyarodásra is nagyon szar. Lassú is. Ez versenyi teljes mértékben nem jó. Ha tetszett a videó, akkor lájkolod, iratkozz fel, hogy kövess be Twitch-en. Facebook oldalam jelent lesz a leírásban. Legközelebb jövök vissza. Sziasztok!